Új, komfortosabb, modernebb épületben kibővült egészségügyi szakrendeléssel várja Letenye és vonzás körzete járóbeteg alapellátásra jogosult lakóit a pénteken átadott egészségház. Az önkormányzat tulajdonában lévő komplexumban a Kanizsai Dorottya kórház orvosai látják el a betegeket. Dr. Brünner Szilveszter, a Nagykanizsai Intézmény főigazgatója azt mondta, a megyei jogú város közelsége ellenére is indokolt egy jól működő ellátórendszer fenntartása. Egy kisvárosról van szó, ami viszonylag közel van Nagykanizsához, mégis egy egészségházat hoztak itt létre, illetve a Kanizsai Dorottya kórház orvosai működtetnek, annak érdekében, hogy minél jobb, biztonságosabb és hatékonyabb betegellátás legyen ebben a járásban is. Az épület korszerűsítése az energiahatékonyság növelését, így hosszú távon az egészségügyi kiadások csökkenését eredményezi, mondta ünnepi köszöntőjében a polgármester. A korszerűsítés a betegek kényelmén kívül a szakszemélyzet munkakörülményein is javít. Pozitív visszhangot tapasztaltunk a város lakossága irányából. Igaz a kezdés, a projekt elindítása az egy kicsit nehézkes volt, de úgy gondolom, hogy bátran is jól vettük az akadályokat, és immár ebben a modern épületben várjuk az orvosokat, illetve az ide betérő, illetve egészségügyi ellátásban résztvevőket. Az ünnepségen részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, aki azt mondta, az egészségügyi alapellátás minőségének javítása hosszú távon nemzetgazdasági eredményekhez vezet, hiszen az egészségügybe fektetett pénz a munkaerőpiacon is érzékelteti hatását. Egészségek emberektől lehet jó minőségű, odaadó munkát elvárni, és mindenkinek az az érdeke, hogy egészségesen tudjon dolgozni, és ezzel a családját el tudja tartani, a családja egzisztenciának a megteremtéséhez hozzá tudjon járulni. A Letenyei Egészségházban péntektől teljes körű egészségügyi alapellátást vehetnek igénybe a körzet lakói.